Rendkívüli ülésre hívták össze a bátaszéki képviselőket az elmúlt héten. Az egyik megtárgyalandó napirendi pont az volt, hogy az egyik fogadvosi körzet működése érdekében támogatást biztosítsanak egy fogadvosi szék beszerzéséhez. Ezt a körzetet négy önkormányzattal közösen tartjuk úgymond fönt. Így abban született megállapodás az önkormányzatok között, hogy a fogorvosi szék költségének 50%-át önkormányzati részről biztosítani fogjuk, és hát kérjük a fogorvosi körzetet működtető vállalkozó fogorvost, hogy a másik 50%-ot legyen kedves ő is biztosítani. Ezzel tudnánk a szolgáltatás színvonalát olyan értelemben továbbiakban is garantálni, hogy egy új fogorvosi szék állna majd a későbbiekben a páciensek rendelkezésére. Ez bátaszék önkormányzatán esetében mintegy 2,5 millió forintos hozzájárulás jelentene majd az elkövetkezendő időszakban. A másik napirendi pont egy sokkal komolyabb problémát vetett fel. Az Erőv vízi közmű ZRT működése és az általuk nyújtott szolgáltatása bajba került. Ennek oka alapvetően az, hogy egyrészt 2012 óta rezsicsökkentett térítési díjakat, illetve szolgáltatási díjakkal lehet csak dolgozni a vízi közmű szolgáltatóknál, mindenhol, természetesen Magyarországon. A másik pedig az, hogy 2021 év végén az energiabeszerzési pályázat alapján drasztikus áremeléssel találkozott a szolgáltató, ami azt jelentette, hogy a 38 forintos kilovattóra energiaköltséggel szemben 116 forintos kilovattóra költséggel tudott január 1-től energiát vásárolni. Az Erőv működési területén mintegy 10 millió kilovattóra energiamennyiség felvételéről beszélünk. Ez azt eredményezte már a 21-es üzlet, vagy a 22-es üzleti terv elkészítésénél, hogy mintegy 960 millió forintos veszteséggel kalkulálta az Erőv. Erre azóta is kereste a megoldást, abban a pillanatban, amikor ezzel szembesült a menedzsment, tárgyalásokat folytatott a minisztériummal, ahol gyakorlatilag egyértelműen megerősítették, hogy semmilyen formában állami támogatás nem érkezhet a szolgáltató felé ennek az energia árnövekedésnek a kompenzálására. Így két lehetőség adódott a menedzsment előtt. Egyrészt felkérte a tulajdonos önkormányzatokat, hogy ezt a jelenkezett veszteséget, ami időközben 1,2 milliárdra emelkedett, hiszen menet közben még a hálózat használati díjak tekintetében is egy jelentős emelés következett be július 1-től. Ezt a hiányt, ez gyakorlatilag a tulajdonosok egy meghatározott számítási elv alapján fizessék meg. Ez bátaszék esetében 112 millió forintot jelentett volna. Ugye az önkormányzatok sajnos nem állnak abban a helyzetben, a bátaszéki semmiképpen sem, hogy ezt be tudná fizetni a szolgáltató részére. A másik megoldás az integrációs folyamat lehet. A hatályos vízi közmű törvény alapján, ha is amennyiben az ellátásra kötelezett, azaz az önkormányzat nem tudja a vízi közmű szolgáltatást bármilyen oknál fogva fenntartani, akkor önkéntesen és ingyenesen átadhatja a vízi közmű vagyonát a magyar államnak, és átadhatja azt a tulajdon részét, amit a vízi közmű szolgáltató cégben tulajdonol. Ezáltal kvázi megszabadul az ellátási kötelezettségtől az önkormányzat, és a magyar állam lesz köteles biztosítani adott településen a vízi közmű szolgáltatást. Hát nagyon nem szeretnénk mi bátaszékváros önkormányzata részéről azt a mintegy 2,5 milliárdos önkormányzati vagyont és a gazdasági társaságban lévő tulajdon részünket ingyenesen átadni, és gyakorlatilag teljes egészében kikerülni abból a döntési mechanizmusból, ami a vízi közmű rendszert illeti, hozzátéve azt, hogy árban már ugye nem mi vagyunk az áratóság, hiszen ezt most már az állam képviseletében az illetékes miniszter határozza meg, de azért mi döntöttünk a hálózat fejlesztése kapcsán, hogy a visszafolyt bérleti díjból hol történjenek hálózatfejlesztések. Ugye rajtunk keresztül történtek a pályázatoknak a benyújtása. Tehát láttuk azt, hogy a vízi közmű vagyonunkat hogyan tudjuk karbantartani. Még akkor is, hogyha igazán önkormányzat és saját forrás nem tudtunk beletenni, de a bérleti díjból és pályázatokból azért volt esélyünk valami fajta ráhatásra.
Ezért egyelőre elodázotta Várta-Székváros képviselőtestülete a döntést az integrációs folyamathoz való csatlakozásba, és keressük a megoldást, hogy hogyan tudjuk megtartani a víziközmű vagyonunkat, és hogyan tudunk úgy szolgáltatási szerződést kötni valamilyen víziközmű szolgáltatóval, hogy ez ne terhelje az önkormányzatnak a költségvetését. Az ülésen 9-ből 8 képviselő jelen volt, és a témában teljesen egyhangú döntés született. Ameddig lehet, keressék meg azt a megoldást, ami az önkormányzati vagyon helyben tartását szolgálja. A témában megkerestük az elővezetőségét is, és a jövő heti Cikádor magazinban folytatjuk.